Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirella számára. Kedves Mirella, üdvözöllek téged, ez a te videód, és szeretnéd tudni, mi van vele, mi a terve, és ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. A kezében van ez az arany érem, és arra figyel oda. Ez az arany érem szimbolizálja a pénzügyi dolgokat és a munkahelyét. De ez az arany érem jelenti az értékeket is. Mi értékes számára? Az lehet, hogy itt te megjelensz, hogy te vagy értékes számára, vagy ez a párkapcsolat értékes számára. Mindent így eldönt most magában. De nem mennek tovább a dolgok, mert ő itt megáll, nem mozog. Ő tudna lépéseket tenni. Ez a ló előre mehetne, de ő most visszahúzódó, és elgondolkozik az anyagi dolgokon, a hivatásán, az értékeken, és a párkapcsolaton is. Ez az aranyérem a föld elemével áll összefüggésben, és a föld eleme jelenti a reális dolgokat. Azt, amit ő tervez, azt meg szeretné valósítani, de ő türelmes. Mi a terve? Ezt mutatja itt ez a kártya. A hatos szám a múlttal áll összefüggésben. Ő le akarja zárni a múltat, mert itt a háttérben látható, itt voltak kihívások, viták, veszekedések, de ő győztesként akarja a múltat lezárni. Mi a fókusz? Mi áll nála most a középpontban? Azt mutatja itt ez a kéz és ez az arany kehely. Ő kézbe veszi a dolgokat. Ez a kehely szimbolizálja az érzelmeket. Az egyes szám arra utal, hogy ő egyedül van. Nincs párkapcsolata. De ő szeretné élni azt, amit az érzelmei diktálnak számára. Ki befolyásolja őt, vagy mi befolyásolja őt, azt mutatja itt ez a kártya, itt valami véget ér, és ő ezt le akarja zárni. De a háttérben van egy kép, itt megjelenik a szív, tehát vannak elképzelései, de a kapcsolatok, amik voltak a múltjában, azt lezárta. Mi változik nála? Ez a kép mutat egy párkapcsolatot. A kettes szám téged és őt. Ő visszatér hozzád. Átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami az ő érzelmeit jelenti, de vannak elvárásai, mert te is add ezt a kelyhet át számára, ami a te érzelmeidet mutatja. Ebben bízik, hogy te szereted őt. Hogy tekint rád? Itt az érmék az értékeket mutatják. Te értékes vagy számára. De itt még van valami, amit meg kell, hogy oldjatok. Mint egy munka, mint egy lecke. Egyrészt a türelem, másrészt,
hogy érezzétek ezt a kettő kelyhet itt, és ezeket az érzéseket meg kell valósítani, mert itt az érmék a föld elemét jelentik, tehát a reális dolgokat, nem az álmodozásokat, hanem a valóságot. Van egy másik hölgy az életében, ezzel a karddal ő szakított vele. Ez le van zárva. Ő el is fordul tőle, tehát kettőjük között nincs már kapcsolat. És hogy viszonyul hozzád? Visszatér, a tűz eleme jelenti az ő lelkesedését, és jelenti a testi kapcsolatot is. Ezen a téren vannak elvárásai. És mit tudsz tenni? Ez a csillagkép arra utal, hogy szerencsétek lesz, de arra is, hogy megvan írva a csillagképekben, tehát ez a kapcsolat megvan írva a sors könyvében, és ezt nem tudod elkerülni, mert ő a te lelki társad, és a jövő az itt látható. A hatos szám utal a múltra. Azok lehetnek kármikus témák is. Amit a kép elmond, hogy a múlt le lesz zárva, ő visszatér hozzád, és keres egy közös kiutat. De mire ti átértek a másik partra, az idő kérdése. Türelem kell ehhez. Amit ő szeretne, hogy az irányt, ezt a közös utat válasszátok, és ő türelmesen fog várni rád. Én most megkérdezem az ingát. Szeret ő téged, visszatér hozzád, igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged, visszatér hozzád. Ha az inga balra fordul ki, akkor az azt jelenti, ez le van zárva. Ha az inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogy mi következik. Az inga lassan mozdult ki. Először megállt, ő várakoztat téged, de visszatér hozzád, és vannak elvárásai, mert ő egy párkapcsolatot akar kialakítani veled, a kettes szám azt jelenti te és ő, és keres egy közös kiutat, mert ő úgy érzi, hogy ez meg van írva a csillagokban, a sors könyvében. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy belepillantottam a horoszkópodban, és nálad van egy visszatekintő Vénusz bolygó, ami a múltra utal kármikus témákra, és ez az ikrek jegyében. Jelen pillanatban itt az ikrek jegyében mozog a felfele mozgó holdcsomó Ráhú októberig. Ez a felfele mozgó holdcsomó utal egy új útra, egy lehetőségre. Itt vannak kármikus témák. De ezt az utat még nem jártad. Mivel ez a felfele mozgó holdcsomó eléri a Vénusz bolygódat a horoszkópodban, így most vannak kármikus témák a szerelmi élet területén, és ez nem a múltat jelenti most, hanem egy kiútat, egy új lehetőséget. Kedves Mirella, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál.
Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!